Folytassuk is a raktáros elméletet a 9. tétellel. ismertesse a raktári expediálás folyamatának tevékenységeit, mutassa be azokat a szempontokat, amelyeket az expediálásnál figyelembe kell venni. Jellemezze az alapanyag félkész, késztermék és a kereskedelmi raktár expediálási feladatait. Kulcsszavak és a fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Tehát expediálási folyamat tevékenységei, csomagolás, kiszállítás, egységképzés, kiszállítás előtti várakozás és járműrakodás. Figyelembe veendő szempontok, szállítás alatti áruvédelem, címzett igényei, követelményei, gyors járműrakodás, áruleadás és sorrend. Nézzük is meg, mi az az expediálás. Az expediálás a raktározási folyamat utolsó modója, és feladata a raktári kiszállításokat megelőzően a komisziózás során a megrendelések szerinti összeállított áru áruválasztékot olyan állapotba hozni, hogy azok hatékonyan eljuttathatók legyenek a rendeltetési helyükre. A különböző raktártípusok expediálási folyamata különböznek attól függően, hogy azok ellátási lánc melyik fázisába helyezkednek el, és a külső kapcsolataik melyik beszállítási és melyik kiszállítási területeket kötik össze. Egyrészt van az alapanyag és félkészáru raktár, a bemeneti oldalán a külső forrásból beszerzett alapanyagok, termékek, míg a kimeneti oldalán a termelés található. Van a készáru és a kereskedelmi raktárak, bemeneti oldalain a termelés végtermékként megjelenő vagy külső forrásból beszerzett termékek találhatók, a kimeneti oldalon pedig a külső megrendelők az expediálás feladata ebben az esetben disztribúciós tevékenység előkészítése. Expediálás tevékenységei A kiszállítás előkészítése, második a járműrakodásra, Harmadik a kiszállítási okmányok készítése, és negyedik a járattervezés. Ezek az expediálás tevékenységei. Első. Kiszállítás előkészítése. A komissziózást követő tevékenység, mely a következő elemeket foglalja magába. Csomagolás. A csomagolás a megrendelő igényeink kívül a szállítási tevékenység során jelentkező igénybevételeket is számba kell venni. Megfelelő védelmet kell biztosítani. Kiszállítási egységek összeállításán az alábbi követelményeknek kell teljesülni. Tegye lehetővé a szállító járművek gyors rakodását és a legjobb szállítási kapacitás kihasználását. A kiszállításra várakozást is úgy kell megoldani, hogy a gyármű beérkezése után annak rakodása minél előbb megtörténhessen. Ezért az expedíciós térben a rakományokat járatonként kell rendezni. Akár statikus, akár dinamikus tároló eszközön. Járműrakodás A járműrakodás során az alábbi szempontoknak kell érvényesülnie. A járművek a legminimálisabb időt töltsenek el a rakodóhelynél a rakodással. A rakodóeszközök biztosítása. Megfelelő leadási sorrendbe kell elhelyezni az árut a járműen. És akkor még van a kiszállítási okmányok Elkészítése, ez a, ugye a harmadik feladata. A kiszállítási okmányok elkészítése, például a számla a mellékletek csatolása, például a minőségi bizonyítvány, jótállás, felhasználási tájékoztató. És akkor van a negyedik, az az utolsó, az a járattervezés. Nem tartozik so szorosan a raktározási feladatok közé, általában a szállítás irányítás feladata, de mivel a raktárok az Raktárak az indulópontjai a különböző célállomásokra irányuló terítésnek, ezért fontos ezek ismerete is. Igények az elosztási rendszerrel szemben. Nagyfokú pontosság és megbízhatóság. Az igényekhez alkalmazkodó szállítási gyakoriság rugalmasság a változó igények kielégítésére, kis és vesztes veszteségi kockázat. Követelmények, melyek a raktári kiszállítási feladatok megszervezését megnehezítik. A rendelések volumene csökken, a szállítások gyakorisága nő. Az árufogadásra a megrendelők egyre szűkülő időablakot adnak meg. A minőségi kérdések előtérbe kerülnek. A járművezetők foglalkoztatási idejére vonatkozó előírásokat be kell tartani. A rendeléstől az áru átadásáig terjedő idő, a ciklus idő A járattervezésnél két probléma egyidejű megoldását kell biztosítani. Szolgáltatás javítását és a költségek egyidejű csökkenését. Az alapanyag és főkészárú és raktár expediálási tevékenységei. Az expediálási tevékenységeknek feladata a termelési folyamat kiszolgálásának előkészítése. Ez esetben az igényeket nem a megrendelés, hanem a termelési program határozza meg. A termelési folyamatnak ugye két tényezője van. Az egyik a termelés típusa tömegszerűségét fejezi ki, a második a termelési rendszert. De most először nézzük is meg a termelés típusa tömegszerűségét fejezi ki. Először ezt fejtsük ki. Tehát különböző termelési típusok jellemzőjek. Itt ebbe az egyesbe. Tehát egyedi gyártás, sorozatgyártás, tömeggyártás. Az egyedi gyártás termékek nagyon kis mennyiségű, vagy egyedi előállítása általában univerzális gépeket használnak. Sorozatgyártás azonos termékek megszakítás nélkül előállítása egy megrendelésnek megfelelő mennyiséget. És van a tömeggyártás egyforma termékek megszakítás nélküli előállítása. Ez a termelési folyamatnak ugye a két tényezője közül az volt, ami a tömegszerűséget fejezi ki. És van még a termelési rendszer, ami itt, ez a másodikba tartozik már. A termelési rendszer a termelő berendezések térbeli elhelyezkedésére utal, amely lehet technológiai és lehet tárgyi szempontú lehet például műhelyszerű termelés, kis sorozat, vagy egy, egy gyártásnál alkalmazzák. Vannak a csoportos termelések és a folyamatos termelések. Tehát az elsőben a tömegszerűséget kifejezőbe voltak az egyedi sorozat és a tömeggyártás. A termelési rendszerben voltak a műhelyszerű termelés, csoportos és folyamatos termelés. És nagyjából szerintem így a 9-es tétellel, Végeztünk is, és remélem sikerült mindent átbeszélnünk, és remélem érthető volt. Úgyhogy én további jó tanulást kívánok önöknek.